A pusztai róka lovas csapat igen mozgalmas évet tudhat eddig magáénak, hiszen tavasszal részt vettek egy filmforgatáson, de lovasaikkal színházi előadáson, bemutatókon, versenyeken is voltak a nyáron, s még most is vannak programjaik, tudtuk meg vezetőjüktől, Bene Sándortól. Mint Bede Sándor elmondta, kicsit nehézkesen indult a tavaszi szezonjuk a járványhelyzet miatt. Elmaradt a Regnum Fest, de májusban ehhez kapcsolódóan filmforgatás zajlott a Benetanyán, ahol a hagyományőrzésüket mutatták be. Májusban a Regnum Fest program zajlott Karcagon, annak a forgatása, tehát egy hagyományőrző közösségeket összefogó, összetartó nagy filmet készítenek, aminek a végeredménye még nem érkezett meg, de hamarosan meg fog jelenni. Utána következő hónapban, június végén Győrbe utazott a csapat 10 lóval, ahol részesei lehettünk a győri Szent László hagyományőrző rendezvénynek. Ez egy nagyon nagyszabású program, kezdődik egy több száz gyalogost és egy ilyen 60-70 lovast felölelő nagy városi felvonulással, utána pedig a győri Mosoni Duna aranyparton zajlanak a hagyományőrző programok. Itt vannak júrta táborok, középkori táborok, illetve nagyon sok lovas bemutató, kézműves kirakodóvásárok, tehát tényleg nagyon színes program várja az érdeklődőket. És itt még Győrben részt vettünk ugyanezen rendezvény keretein belül a Győri Lovas Színház által szervezett Szent László rockoperában, ahova egyébként szintén járunk évek óta, mármint ebbe a programba, és hát ez is azt lehet mondani, hogy nagyon jól sikerült. Júniusban a gömöri hagyományőrző napokon szerepeltek Gyimolán, ahol találkoztak a Karcagról elszármazott Tile Ádám bucavas gyúróval. A gömöri hagyományőrző napokon szerepelt a csapat Imola településen. Ez is egy nagyon érdekes rendezvény volt. Többek között találkoztunk a Karcagról elszármazott Tille Ádám kovács mesterrel, aki a bucavasgyúróval, aki az Árpád-kori vaskohászatot kutatja, és nem csak kutatja, hanem csinálja is. Tehát nagyon, nagyon érdekes tevékenységet mutatott ott be, és előadásokat tartott, tehát ez is egy színfoltja volt a rendezvénynek, és hát nagyon tetszett a közönségnek a mi lovas harci bemutatónk is. Tehát még ilyen jellegű programot nem láttak, arra tényleg nagyon jó érzéssel jeleztek vissza irányunkba. És ezen a rendezvényen utána úgy zajlott nekünk a további program, hogy nem utaztunk haza a lovakkal, hanem ott maradtunk, és Imoláról túráztunk ott a Csereháth hegységbe. Tehát az is nagyon érdekes volt, 150 kilométert lovagoltunk körülbelül. Augusztusban az Ősök napján, vagy ahogy többen ismerik, a Kurultájon voltak Bugacon 250 lovassal és sok száz hagyományőrzővel. Na, augusztusban azt lehet mondani, hogy ott felpörögtek az események. Az augusztus legnagyobb rendezvénye az az Ősök napja volt, vagy többen Kurultájnak ismerik, ezt Bugacon szervezik meg minden évben. Az Ősök napja a Kárpát-medencei magyarságnak a legnagyobb hagyományőrző seregszemléje, tehát egy 250 lovas és sok száz hagyományőrző vett részt, tehát tényleg egy nagyon erős és nagyon monumentális rendezvény, nagyon-nagyon sok programmal, amely a nemzeti megmaradásunkat segíti. És itt is voltak különböző versenyek, amelyeken részt vett a csapat, azt lehet mondani, hogy nagyon jó eredménye, tehát nagyon sok helyezést hoztunk el, tehát volt lovasíjász verseny, lovasbirkózó verseny, akkor a köböre bajnokság, lovasügyességi versenyek voltak, övbirkózás, és tényleg mindenhol jól szerepeltünk, úgyhogy nagyon örültünk az elért eredménynek. Akkor augusztusban a Kurultáj után közvetlenül tartottuk meg a lovas nomád életmód táborunkat, ahol a kultúránkból, ősi sztyeppei lovas nomád kultúránkból kaptak ízelítőt a gyermekek, és a tábor után pedig Tahitót faluba utaztunk, ahol a köböre és etnosport magyar bajnokság zajlott. A legfőbb része a köböre bajnokság,
A Köböre egyébként az egy olyan csapatjáték, amelyet két lovas csapat játszik, és egy hagyományosan, még a közép-ázsiai sztyeppéken a mai napig rendesen játszák. Az azt jelenti, hogy feláldoznak egy juhot vagy egy kecskét, levágják a fejét, lábvégeket, és akkor ezzel a kizsigerelt állat tetemmel történik a játék. Ez egy nagyon ősi játék. A kazakok kökpárnak hívják, az üzbégek kökbörűnek, afgánok buszkasinak, és nagyon érdekes egyébként, hogy a Mándoki Kongúr István kutatásai szerint az 1920-as években még itt a Nagykunságban játszották Köböre néven, tehát végülis ez a magyar elnevezése ennek a versenynek, és akkor itt tartottak egy bajnokságot Tahitótfaluban. A verseny tegnap fejeződött be, tegnap voltak a döntők, és a csapatunk lett az abszolút győztes, tehát összesen 5 mérkőzést kellett játszani, illetve 6-ot az elő, vagy a körmérkőzéseken volt 5 mérkőzés, ott 4-et megnyertünk, egy döntetlen volt, illetve a döntőt tegnap szintén megnyertük. A karcagi lovasok ott lesznek az alföldi állattenyésztési napokon, és Kassai Lajos lovasíjász világbajnokkal Budapesten, a vadászati világkiállítás megnyitóján, de még októberre is vannak terveik.